bebetonozódva a középmezőnybe kiesési gondok nélkül tel el a Kecskeméti TE labdarúgó csapat, amely tizedik helyen áll az NB1-ben, ahol két otthoni meccsel kezdik majd a tavaszt, felkészülési mérkőzésen kikaptak a Fraditól, eligazoltak fontos játékosok, de vannak érkezők is, Bekő Balázs vezetőedző értékeli a helyzetet rajta előtt a vendég Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt öh, Balázs, a vereség, vereségek ellenére mennyire találtad eredményesnek az edzőmeccseket? Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen hasznos volt. Ugye ez, ezeket a általában kettő szoktam venni az edzőmeccseket, hiszen ugye egyrészt játék lehetőség kell mindenkinek, tehát nem lehet azt, hogy most akkor mindig ugyanaz a 12-13 ember lép pályára, másrészt a terreléseket is el kell osztani. Tehát én ezekből mindig azt szoktam mondani, és a pozitív eredményekből, se a negatívból olyan nagyon nagy dolgokat nem kell, nem kell kigondolni. Tehát nálatok mondjuk biztos nem kerülnek az edző fejébe az olyan felkészülési botlások, mint mondjuk a Honvédnál. Elégedett a téli munkával a klubvezetés? Hát ezt őket kellene megkérdezni róla igazából. Salesz, gyere be. Igen. Én azt mondom, hogy a, az biztos, hogy ugye, ugye a munka, az munkának a, a felelősség az az enyém, tehát nyilván, mm. e, nyilván ebben azért belelátni napi szinten nagyon nehéz, tehát most azt ők maximum látják az edzőmérkőzéseket, egyszer-egyszer az edzéseket, tehát nem lehet én azt gondolom, hogy de, nekik, meg hát a beszélgetésekből, ugye érdeklődésekből az ember levonja azt, hogy ugye valahol, hogy ők hogy látják ezt az egészet, de eddig nem volt különösebben problémából. Mert amúgy is kíváncsi lennék, de annyiféle modell meg gyakorlat van a magyar bajnokságban, mennyi van a vezetőedzőre bízva. Mondjuk, hogy csak a hogyha téli veszük a játékos politikát. Uh -huh. Nálatok ez hogy zajlik? Ugye van a tulaj, vagy Salói István klubigazgató, vagy te, mint vezetőedző, kidönt, kiválaszt, ki dönt, ki, választ, ki, szemeli ki a játékosokat, ki hozza meg a, a végső, ki mond ki végső igent, vagy nemet. amennyire én tudom, akkor te egy ilyen egyensúlytartó, nem veszekedős tréner, vagy aki próbál is lenni, miközben a játékosait is védi. Igen, hát ugye pont nagyjából ez a sorrend is egyébként ebben a kérdésben, hogy általában azért hárman beszélünk meg mindent. Nagyon sok összetevője van annak, ami, hogy, hogy, kivel tudunk vagy erősíteni, vagy egy kitengedünk el, vagy, vagy tehát egyáltalán ezek a személy kérdésekben. Nyilván kell egy, kell alapvetően a szakmai részét kell nézni a dolgoknak, aztán utána szorosan, de picit mögötte jön az anyagi vonzat és akkor így, így szépen kialakul egy, nyilván az emberi része is számít azért, mert olyan játékost azért nem nagyon szeretnék igazolni, aki sehogy sem illik bele a képbe, úgyhogy valahogy így, így, a nehéz így emberek áll össze. Nem zavarnak, nem? nem? Nem, a nehéz ember, engem nem zavar tényleg, mert nem, 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 nem is erről van szó, hanem, hanem ugye van egy, van egy egy egység a csapaton belül, van egy csapat egység, amiben, amiben vannak uh, nyilván olyan stílusú emberek, akik nem illenek bele. Uh -huh. Ez nem azt mondom, hogy, hogy ők rossz emberek, hanem egyszerűen valahol nem klappol az egész, és ez, és ez olyat, olyat semmiképpen nem szeretnék, hogy, hogy ez bármilyen uh, bomlasztó hatásra legyen a közösségre. Azt mondják, hogy miért ment el a csapat legeredményesebb játékosa? Igazából uh, ugye a Zsolt, Balázs Zsolt, Balázs Zsolt kapott egy, igen kapott egy ajánlatot, ami, ami neki is és a, a, klubnak is elfogadható volt. Tulajdonképpen ha ez, a, ez a, a, nagyon egyszerű magyarázat ennek. Ugye most már két éve a, volt a Kecskemét játékosa, most a formája is, meg minden, minden adott volt ahhoz, hogy, hogy megpróbáljon tovább lépni. Ehhez, ehhez, minden támogatást megkapott a, Kecskeméti klub, klubvezetést és ennyi történt. Hát azt neked valószínűleg tudomásokkal venni, hogy ez, ez a klub, egy ilyen méretű klub, nál a tovább lépés az egy kulcsszó, tehát erre kell számítani folyamatosan. É, igen, de én ezt mondtam is többször is, hogy hogy nekünk a lehetőségeink azok olyanok, amik amikben ugyan nagyon sokszor bele, bele fog férni az, hogy, hogy fiatal játékosokat igazolunk, fiatalokat ö, hozunk fel, ö, ö, olyanokat, akik esetleg máshol nem találták meg a, a számításukat, és akkor, hogyha ezek a játékosok kinövik magukat, akkor, akkor igenis ö, ugye megvan a tovább lépés lehetőséget, hiszen azért, hogyha megnézzük csak a tabellát, azért vannak fölöttünk csapatokból. Tehát, mint akár, hogyha forró gyúlára, vagy a most Balázs gondolunk, egy darabig nálatok vannak, és igen, egy jó referenciátok van, aztán tovább lesz. Igen, de ebben mondjuk a, a, az, az, igazi előrelépés az az, én az, 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 úgy érzem, hogy ha, ha, ha saját nevelésből ö, jön ki ugyanez. Hát Tehát nem az, hogy kölcsönveszünk valakit, és akkor uh -huh. visszahozzuk a futballba, visszahozzuk a futballba, és akkor igen, hát, és akkor Hanem, utána hogy ez a saját nevelésből. Ebben a keretben azért rengeteg 18-22 éves játékos Sok. is van. És hát közöttük a nagy kérdés, hogy van-e olyan mondjuk itt olyan kitl meg szivacski, akik akár 18 évesen és emberek lehetnek tavasszal? Én azon, azt hiszem, hogy a Miki az, már azon a, azon a, területen mozog, ami, ami már a, a, ugye nincs kihagyhatatlan ember ugyan, de, de, de ő ott van valahol. Tehát szerencsés is a pozíciója, ugye ballábas, egy ilyen 50-50-es középpályás, tehát nagyon nagy pozitívuma az, az ő játékának ez. A Szivacske a hasonló kvalitású fiatalember, és hát még azért vannak még, akár Léon Norbira gondolok, aki most tanába került be, vagy egy Sejem Zsoltra, aki ugye még csak 1998-as születésű, őt, őt még nyilván nem fogom bedobni, meg, meg berakni, de de ott kell készülnie az első csapatta, hogy minél hamarabb megegyződjön. Régi vita Magyarországon mennyire lehet terhelni, hozzányúlni a fiatalokhoz, kit nevezünk, nevezünk tehetségesnek a 22 évest, vagy a 17 évest, és kinek van helye nagyon fiatalon MB1-es felnőtt kezdő csapatokban. Te hogy elemeznéd azt a fiatalt, aki akár már 17 18 évesen bírja a terhelést? Mi a lényeges eleme ennek? Kell egy fizikális felkészültség, ez egyértelmű. Tehát a fizikális felkészültség nélkül nem lehet ember játszani, mert olyan igénybevétel van, meg olyan fizikális különbség, hogyha nincs felkészülve a fiatal játékos, akkor egyszerűen megeszik a pályán. Kell hozzá egy, egy, egy taktik, technikai-taktikai felkészültség. Azt, gond, azt gondolom, a te technikai része az még, az még hagyján. Tehát azt, azt, meg, azt meg lehet oldani hiszen nem ezeknek a játékosoknak kell ugye a mérkőzéseket megnyerni. A, a taktikai része az megint egy nehéz kérdés, hiszen, hiszen általában azért a magyar kluboknál nem egymásra épülnek ezek a a korosztályok, tehát nem egyik edző, ezt kéri, másik azt kéri, harmadik amaszt. Nálunk azért abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy, hogy az alattam dolgozó kollégák azok hasonló szisztémában dolgoznak. Tehát így fölkerülve már, hogyha van egy, alap, alap, egy jó alaptaktikai képzettség, akkor már igazából a fejem múlik. Uh -huh mennyire bírja el a nyomást, mennyire bírja el a terhet, mennyire ö, tud alkalmazkodni, nyilván a csapat is kell hozzá, hiszen, hiszen segíteni fogja a, ezeket a fiatalokat, ö, kell egy bizalom az én részemről, ami én a, úgy érzem, hogy általában megvan, úgyhogy valahol így, valahogy így uh -huh. így, így tevődik ez össze. Na és hogy állsz te például a légiósokkal, mert ez is egy ö, ö, aktuális ö, forró vita, Nagy Zoltán kivételével légiósok ö, jöttek uh -huh. hozzátok, is, és a Fradi ellen, hogyha jól láttam, akkor akkor összesen három magyar játszott a csapatban. Ez, ez hazavaró, hanem ez a trend? Nem tudom, hogy fogalmazzak, hogy ne legyen bántó. Egyszerűen nem, nem tudunk magyar futballistát igazolni. Tehát két lehetőség van, vagy igazolok, ha posztra van szükségem, és rutinosabb játékos igazolok külföldit, vagy pedig nevelek fiatalt. És, és megkockáztatom azt, hogy a fiatalt berakom. És, tehát nem adnak-vesznek között a magyar klubok ilyen reális árakon? E, igen, tehát, én az, meg, meg szűk a piac is, uh -huh. tehát, tehát nehéz. Uh -huh. ő, ugye a mb 2 és most már szinte ugye csak magyar játékosok szerepelnek, tehát ott is azért ö, oda is beszűkült egy picit a, 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 a piac. Nem, nem egyszerű, nem uh -huh. egyszerű kérdés. Ez nem, én nem, nem gondolom, hogy jó egyébként ez a tendencia, de, de azt is látni kell, hogy a, a tulajdonosoknak nem, nem, nagyon van más lehetőségük. Uh -huh. Na most, ugye masszív középcsapat vagytok, hogy az elején említettem, uh -huh. kiesési gondok nélkül, de azért mikor az ötödik helytől már nagy távolságra, addig még beleférhet minden, nincsenek olyan nagy pontkülönbségek. Neked felteszem ebben a helyzetben az is egy fontos teendőt, hogy a különösebb tét nélküliség ne kényelmesítse a csapatot, nem? Hát, hogy ugye ott vagyunk, és látjuk, hogy hol lehetünk, a, és körülbelül ez lesz az egész tavaszunk. Na, nem szoktunk róla beszélni. Uh -huh. Tehát ha valaki azt gondolja, hogy, hogy mi most elnyugodtunk, mert most van 22 pontunk, volt egy aránylag jó, jó összi, nem is azt mondom, hogy szezonunk, hanem az őszi szezonban egy, egy nagyon jó szakaszunk, és akkor most, most mi, mi nyugodtan és felelősség nélkül futballozhatunk, ez, ez, nem így van. Mi, mi meccsről meccsre készülünk, meccsről meccsre kell toppon lenni, meccsről meccsre kell, meccsről meg kell gondolkodni, mert aki nem ezt teszi, az, az nem fog játszani. Mm -hmm. Tehát ha Tehát én azt látom, hogy, hogy valaki megnyúszik attól, hogy most hogy mi már esetleg nem esetünk ki, bár azért ezt is alkalmam mondom csak, az, az nagyon rossz úton jár. Tehát itt, itt, itt mindenkinek a jó felfogott érdeke, hogy, hogy hétről hétre jól teljesítsen hogy hétről hétre eredményes legyen, hogy hétről hétre kihozza magából a maximumot. Aki nem így tesz, annak nincs a helye. Nem hogy az én csapatomban, semmilyen csapatba. És Balázs, végén hadd kérdezzem meg, ugye az öltöző környékén arról is utognak, hogy már téged is kiszemelt néhány élcsapat. Szerinted hosszabbítasz a nyáron? Milyen érvek vannak a maradás mellett? Milyen helyen szempontból Kecskemét számodra? Én nagyon szeretem Kecskemétet. Tehát nagyon jó dolgozni hiszen az ember kialakíthat, kialakíthat egy csapatot, kialak, sok fiatalra dolgozhat együtt, jó mentalitási srácok vannak a, 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 a csapatomba, tényleg azt mondhatom, hogy, hogy nincsenek olyan problémáim, ami, ami, ami a munka rovására menne. Ugyanakkor nyilván az is tényszerű, hogy az ember ugye azért kezd csinálni valamit, hogy abban mindig magasabbra tegye a lécet, és nagy is át is ugorja. Úgyhogy az első kérdésedre nem tudok pontos választ adni, mert nyilván nem rajtam múlik. Én annyit tudok tenni, hogy én dolgozom, a tudásom lágjavát próbálom adni, reméljük, hogy párosulnak hozzá eredmények, és akkor majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. De türelmetlen nem vagyok nyilvánvalóan. Hát akkor jó munkát tavasszal. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönjük szépen.